Sziasztok srácok, itt vagyunk egy következő videóban, amiben a új boltrablás rendszerét fogjuk bemutatni itt a srácokkal. A napokban jött be egy update, nem tudom, hogy ti mikor fogjátok látni ezt a videót, viszont itt van, kirakta a Facebook oldalára a V2 az update-ot. És ezt fogjuk most bemutatni a szerveren. Első lépés az, hogy RP-vel leszedjük a rendszámot. Ez igazából csak annyit kell tenni, hogy jobb klikkel a rendszámtáblára, itt ki is írja, hogy rendszámtábla levétele, és akkor állítólag nálunk van. Ez azért fontos, mert vannak kamerák a bolton belül, illetve kívül is, és vissza tudnak nyomozni a rendőrök. Na srácok, megjöttünk az első boltunkhoz. Így néz ki, ott van egy hátsó raktár, pont szembe. És akkor itt vannak a pénzek. $70,000 jött ebből. Annyi a lényeg, itt van egy szép, ez 50 másodpercig lehet riasztás nélkül föltörni. Van egy kombináció, aki akarja csinálni, az a megfejtése, hogy 3-at jobbra kell, illetve 3-at balra, és akkor kinyílik, az ilyen 2 millióig adhat pénzt nektek. De ez a kasszás dolog, ez ilyen 150 000-ig megy, igazából nem nagy tétel, de hát elég faszán meg van csinálva. De ezt meg kirámoltuk. Itt a második boltunk. Szintén ráfújják a fegyvert, amit látjátok. Kiveszem a pénzt. Kivette a Lana, nem tudom minek. Meg van szép is. Igazából semmi izgalmas nincs benne. Nagyon rendőrök nem jönnek, ugye, mivel nem riasz be. Csak a szép után. Ha 50 másodpercet túlépitek. Na, beriasztott, mint halljátok. Ilyenkor kell futni. Ilyenkoron futás. És nem száll be. Jó, nem sikerült a széfet fölnyitni, hát ez 50 másodperc, ez nem sok. Srácok, igazából ennyi lett volna ez a kis rövid videó. Kidurrantottunk két boltot, de nagyon nem éri meg, ha nem tudjátok föltörni a széfet. Kockáztatni meg nagyon nem éri meg érte, ugyanis 2 millió alatt lehet, vagy 2 milliót lehet belőle kiszedni maximum. Igazából akkor inkább nyomunk egy ATM-et, aztán abból több milliót ki lehet szedni. Szóval köszönöm szépen, hogy ezt a videót is megnéztétek, ha tetszett, akkor iratkozzatok föl. Köszönöm szépen még egyszer, legyetek jók, sziasztok!